Isten áldott mindenkit a könyvklubnak a októberi beszélgetésén. A forradalomra emlékezünk, talán innen is jött akkor a idei, a mostani könyvünknek a kiválasztása, de először is, hogy üdvözöljem szeretettel Sándor Ironát és Egyedüs István Torontóval és Kenyeres Jánost Budapestről. Köszönöm, hogy velünk vagytok. Azt gondolom, hogy egy picit két szempontból is választottuk ezt az alkotást, 56 miatt, és azt, hogy egy reklámként, Ilona, neked a kezedben volt előbb a kötet, tehát, hogy egy nagyon különleges dolog, hogy a Kanadai Magyar Író Szövetség folyamatosan adja ki az antológiákat. Mondj szerintem egy pár szót erről, Ilona, hogy mi van ebben, hogyan, milyen gyakran jön meg ez a könyv. Köszönöm, atya! Tehát a megújult Kanadai Magyar Írószövetségnek ez az első kötete, amely 3 évvel ezelőtt lett kiadva, és azt a címet viseli, hogy Határtalanul Magyar. Ebben az antológiában kanadai magyar íróktól vannak szép novellák, versek, van egy-két tanulmány is, elemzés is. És ebben a kötetben szerepel az az írás, egy szemelvény, egy regényből vett részlet, amely 1956-ról szól, az október 23-ai forradalom után történt eseményekről és annak a kihatásáról. És így ez kapcsolódik az emigrációs irodalomhoz is, hiszen ebben az évben az irodalmi könyvklubban itt mi az emigrációs irodalomról is beszélünk. Tehát én azt mondanám, hogy három szempont is szerepet játszhat. Tehát ez az antológia 3 évvel ezelőtt jelent meg, 1 évvel később egy másik antológia is megjelent Magyarnak Maradni címmel, az most nincs itt nálam, és most is megjelenésre kerül, kiadásra kerül majd még egy antológia, remélhetőleg még az év végéig. Tehát szeretnénk, hogyha ezek a könyvek is ott lennének az olvasók között. Itt Kanadában, Torontóban van igény a magyar irodalomra, és akkor nézzünk körül a házunk táján. A részlet, ami itt szerepel ebbe a könyvben, Urbán Péternek Illúziók nélkül című, azt hiszem, ez volt a könyvnek a címe valószínűleg, ugye? Igen. Életút bajától Torontóig, és akkor ez a szökésnek a része, ez fontos eseményeknek a képe. Valahogy nekem így nagyon erősen kérdés az volt, elmúlt alkalommal, idei első alkalmunkkal Mikes Kelemennek a törökországi leveleit néztük, mint a klasszikus, a magyar önéletrajzi irodalomnak így egy induló pontja és egy nagyon magas nívója. Hogyan lehet összekapcsolni szerintetek, összehasonlítani, kell-e vagy nem kell ezt a nagyon széles spektrumot, amit jelent ez a két írás számunkra? Hát adja, ha szabad nekem mondani, adja magát az összehasonlítás. Már csak azért is, mert ugye legutóbb körülbelül egy hónappal ezelőtt Mikes Kelemen leveleiről beszéltünk, úgyhogy hát felkínálkozik nyilván az összehasonlítás, és hát hasonló az élethelyzet, amelyből mind a két mű született, úgyhogy ez mindenképpen egy összekötő kapocs a két mű között. De hát nyilván teljesen más a földrajzi hely, ahol játszódnak, és hát az időben is több száz év választja el őket egymástól. Viszont ez az élethelyzet, illetve az önéletrajz, illetve hát emlékirat, mint műfaj, ez is egy összekötő kapocsként szolgál a két alkotás között. És hát nyilván számtalan hasonló önéletrajz vagy emlékirat létezik Kanadában is, úgyhogy ezek tulajdonképpen mind ebbe a közösségbe tartoznak, ebbe a hagyományba, ebbe az irodalmi hagyományba tartoznak. Nekem úgy érdekesnek tűnt, hogy mind a kettő valamilyen szinten fiktív.
ugye Mikesnél beszéltünk, hogy egy fiktív levelek. Ez még abból a szempontból, hogy egyeztem harmadik személyben írja, érdekes módon. Ez egy nagy különbség viszont, itt Urbán Péternél egyes szám harmadik személyben narrálja úgymond az eseményeket, és Péterről beszél önmagáról, tehát ő vele történtek ezek az események. Szerintem Urbán Péter írásánál valahogy erősebben előjönnek ezek az életrajzi elemek, annak ellenére, hogy mint mondtuk, egyes szám harmadik személyben szólal meg, valahogy ő is magában hordozta azt a történelmi sorsot változtató és megrengető élményt, amely kikívánkozott belőle, naplókat is írt, naplóbejegyzéseket is írt, és így egy regényé állt össze az egész. Mikesnél a fiktív levélforma mögé bújva egy fiktív hallgatósághoz intézte a leveleit, ott valahogy más volt a helyzet, a hallgatóság és a köztelevő kapcsolat. Itt viszont én úgy érzem, hogy itt a visszaemlékezésben ez az erőteljes élmény, ez nagyon is kikívánkozik, és ez él ebben a személyben. Tehát az emigrációs irodalomban azt hiszem, ez az írás nagyon rezonálhat az olvasókkal. Igen, az érdekes egyébként Urbán Péternél, én most nem találom ezt a részt, ahol egymásba csúszik az egyes szám harmadik személy és az egyes szám első személy. Ezt nem tudom, hogy észrevettétek, ugye? Ti is van egy hely, de most hirtelen, még nincs is itt, de itt van a szemüvegem, de nem akarom keresgélni. Tehát van, ahol ez úgy kibukik Urbán Péterből, hogy ez vagy elárulja magát, leleplezi magát, hogy itt tulajdonképpen saját magáról van szó, de hát nem csinál ebből azért ő olyan nagy titkot, hiszen a főhős neve Péter, és ő maga is Péter, tehát könnyen összekötjük. Ez inkább egy elbeszélői technika, amivel talán objektívebben megpróbálja az eseményeket ábrázolni, így, hogy egyes szám a harmadik személyben vannak hát elmesélve, mintha egyes szám első személyben lenne. De itt ugye van az a rész, ahol van egy emlékezet az emlékezetem belül, az emlékiratom belül, és azt hiszem, hogy talán ott van ez a rész, hogy egyes szám harmadik személy, és az egyes szám első személy az egy mondaton kérdés belül. Kérdés idéz, igen, hogyan lettem magyar menekült, kérdezte magától. Szerintem nekem ez tűnt föl, olyan furán. Nekem ez a életrajzi rész nagyon is rezonált, mert Péternél körülbelül négy éve vagyok fiatalabb, tehát én a 8-at fejeztem be akkor, mikor 56 volt, meg a gimnáziumot, és ahogy leírta, hogy mi történt, az velünk is megtörtént. Tehát ez nekem annyira reálisnak tűnt, hogy számomra ez egy nagyon érdekes történet volt. Hogy miért erős a diaszporában az életrajzírás? Gondolom azért, mert mi egy gyökértelen világban élünk, és ugye Magyarországon, aki Magyarországon, hát nagyon is te ott élsz, gondolom ki tudsz menni a temetőbe fölkeresni a nagyszülőknek a sírját, vagy elmenni valamilyen családi otthonhoz egy Budapest másik részén, vagy az ország másik részén, de számunkra ez nem így van. Tehát a mi folytonosságunkat csak is ilyeneken keresztül tarthatjuk meg. Édesapám, aki nagyon régen meghalt, ő beszélt egy ilyen szellemi Magyarországról, tehát ez a szellem világában maradunk meg magyarnak, mert a körülöttünk lévő fizikai valóság az más, ugye? Tehát a gyökértelen világban nagyon fontosak ezek az életrajzi. Másrészt, ami eszembe jutott, hogy ide kerültem először Kanadába, a Felékony Ifjúsági Klubnak volt egy nagyon érdekes előadó, egy Henkei nevű atya volt, nem emlékszem a nevére, és az maradt meg bennem, hogy nagyon beszélt erről a mindenben történelmi énről, hogy az emberi pszichének van egy történelmi énje. És szerintem ez az, hogy ő elmagyarázta azt, hogy vele mi történt, és gondolom elmondja a gyerekét, meg az unokájának is, hogy mi történt vele, és ez egy fontos dolog, hogy gyerek mégis tudja, hogy honnan is, miért vagyunk mi itt,
hogy miért vagyunk, mi nem vagyunk Magyarországon, meg ilyesmi, ugye? Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom. És ugye Mikes írásait, amit itt olvastam, Mikestől, az egy tényleg egy szép irodalmi mű is volt, annak amellett, hogy egy önéletrajz is volt, és egy beszámoló az emigráció életéről. Ő meg inkább valami, mint egy újságíró leírja, hogy mi történt vele, és leírja az érzelmét ezzel kapcsolatban. Nem próbál az egészet cizellálni, úgy szebbé tenni, mert ez így történt. Igen, ez egy jó észrevétel, István, egyetértek, tehát Urbán Péternél megvan ez a, mint egy dokumentumfilm, tehát dokumentálja az eseményeket, és persze leírja az ő érzéseit, az, hogy ő hogy látta az eseményeket, persze harmadik szeméből nézve, tehát megvan ez a hitelesség, ez az újságírói úgymond hitelesség. De ugyanakkor benne van, tehát az eseményekről egy reális, autentikus képet kapunk, én azt hiszem, ezt lehet így mondani, de ugyanakkor benne van az is, hogy a szereplő, aki átment ezeken az eseményeken, történéseken, hogyan vette ezeket, tehát milyen érzések voltak benne. Ez is fontos. Igen. És az, amit István mondott, nekem nagyon tetszett, és szerintem nagyon mély értelmű, hogy hát ha az ember nincsen idehaza, akkor az a tárgyi világ, ami egyébként körülvenné, az nincsen meg. Tehát ezért egy szellemi Magyarországot kell építeni, ami például egy ilyen elbeszéléssel valósítható meg, mint amit Urbán Péternél látunk. De nyilván Mikesre is érvényes. Tehát maga a nyelv, a nyelviség és a felidézett emlékek, amelyek hát Magyarországon játszódnak, vagy pedig Magyarországhoz köthetők, az 1956 és azt követő menekülés. Ez mind nagyon fontos, és hát nyilván fontosabb, vagy hát értékesebb, vagy nagyobb értékű, mint hogyha Magyarországon született volna. Már van egy ilyen személyes érték, illetve ahogy említetted, a családnak, a leszármazottaknak egyfajta hagyományőrzés célját is szolgálja mindez, úgyhogy ezt ezzel én abszolút egyetértek, amit mondtál, és nagyon jó, hogy rávilágítottál. Akkor szerintem nézzünk bele ebbe a kiszemelt részletbe, nem tudom, ha nincs más összehasonlítási alap, szerintem menjünk tovább, és akkor itt az Illúziók nélkül című regénynek egy szemelvényéről szeretnénk beszélgetni, és ez az, ami megjelent ebben az a már említett antológiában. Ez egy viszonylag rövid írás, és én olvastam a regényt angolul. Ezt a szemelvényt magyarul, de elolvastam az egész regényt angolul. Láttam egy-két eltérést egyébként a fordításnál, például... Bocsánat, ezt én is szeretném mondani, hogy így van, tehát én is elkezdtem nézni angolul, és nem ugyanaz a két szöveg. Nem ugyanaz. Én is észrevettem eltéréseket, de ez mondjuk lehet, hogy ez egy ilyen fordítási dolog. Tehát visszatérve, szökés, a szökés, ez a címe ugye ennek a szemelvénynek, és itt az alcím az az, hogy 1956. november 15-e a Kálváriánál találkoztak. Ugye ők, kik ezek, akik találkoztak, még nem tudjuk, de aztán elkezdjük olvasni a történetet. Egy nagyon szép tájleírással kezdődik, a tájleírás és a történelmi események párhuzamát kihámozhatjuk ebből. Mit tudunk meg magáról, a forradalomról, tehát október 23-áról és november 4-éről, ugye ezek voltak a kiemelkedő események időpontjai, hiszen itt Urbán Péter, az író már november 15-ével kezdi ezt a történetet. Tehát mi az, amit megtudunk már az elején, az előzményekről? Nagyon érdekesen ugrál az idősíkok között, erre megy érdemes visszatérni, és így visszamenőlegesen azt tudjuk meg, hogy Bajáról nézi a helyzetet, egy épp akkor a nyáron végzett gimnazista lét utáni fiatalként, aki bár szeretne fölmenni Pestre harcolni, nem tud fölmenni, és a bajai helyi
biztonság föntartásába fog bekapcsolódni fegyveres közlekedési irányítóként tulajdonképpen, és annyit tudunk csak, hogy a menekülésnek a közvetlen oka, hogy november 4-ét követő napokban valaki a visszatérő régi elitből úgy is oda szól neki, hogy na hol van akkor a fegyvered. Tehát tudja azt, hogy ezt számon tartják. Hát tulajdonképpen ennyi a, ami a számunkra lényeges háttér talán. Hogyan indul ez a szökés? Ugye térjünk vissza november 15-éhez, ott, amikor a Kálváriánál találkoznak. Kik ők, hányan vannak, és mi történik? Tehát milyen dilemma, milyen választási lehetőségek állnak azok előtt, akik ott találkoznak, és mi történik? Szerintem ez egy nagyon-nagyon megrendítő pont már a történet elején itt. Ez tényleg szépen van megírva szerintem, tehát hogy a három barát, akik elkezdték közösen tervezni a szökést, de már egy olyan fölállásba indít, hogy tudják, hogy a harmadik az ott lesz, de ő már döntött, hogy mégse szökik. És ugye egy nagyon szép rész, mert gyakorlatilag ez máshol is előjön, nekem ez tetszett, hogy nem egy ilyen egyirányú dolognak tekinti, hogy most csak menekülni lehet, most csak otthon maradni, hanem hogy ezek minden döntésből újabb döntések sora következik. Ebben a kis részben is többször előkerül, és ugye nagyon szép, hogy tulajdonképpen ezt úgy írja le, hogy ketten, akik a döntés mellett vannak, azért szedelőzködnek gyorsan, hogy nehogy az otthon maradónak az érve legyen az erősebb, nehogy váltakozzanak így. És ez egy nagyon szép reális. Azt mondom, hogy nagyon sok ilyen jellegű menekülésnél ott volt ez a menjünk vagy maradjunk kérdés. Hozzátehetnék ehhez egy személyes eseményt, ami velünk is megtörtént, hogy egy mai napig is élő barátom, aki akkor negyedikes gimnazista volt, tehát 57 júniusában érettségizett volna. Anyám mondta, hogy jöhet velünk, hogyha akar. És ő majdnem is jött. De aztán végül a nagyapja lebeszéltem, hogy ne menjen. És hát otthon maradt Magyarországon, és hát gyereké vannak, unokák, stb. Tehát ez megint megtörtént az én családommal is, hogy egy illető, aki jött volna, egy fiatal ember, végül az döntött, hogy marad. Ugye aztán mi lett volna, hogy ha kijött volna velünk nyugatra, jó így tudja, hogy le tudott volna érettségizni, valószínűleg nem, mert nem tudott volna elég jó hangulat. Tehát ennek is megvolt a pozitív oldala is sok tekintetben, hogy nem jött. De mindenkinek mások a körülményei. Igen, ez valóban... Tetszett, hogy beírja, hogy milyen idő volt novemberben akkor. És ez teljesen igaz. Szóval ez egy szürke, télies idő volt, amikor mi is elindultunk Budapestről. Ez teljesen megfelel a valóságnak. Szóval nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Igen, de mi Ausztria felé mentünk, nem Jugoszlávia felé. Pontosan egy héttel később, november 22-én. János, akartál valamit? Nem, csak hát ugyanezt tulajdonképpen megerősíteni, hogy bár annak, hát nekem nincsenek ilyen személyes emlékeim 56-ról, később születtem, de valóban az ember el tudja képzelni, hogy milyen nehéz választás lehetett, vagy döntés lehetett, hogy az ember menjen, vagy inkább maradjon, és hát ugye mind a két döntés mellett szólhattak nagyon erős érvek, és hát tényleg egészen egy életet meghatározó döntésről volt szó. Egyébként Urbán Péter maga is a narráció során, az elbeszélése során visszaemlékszik, illetve arra gondol, hogy mi lett volna, ha mégis másképpen alakul. Tehát azt hiszem, az pontosan itt ennek az apropója, hogy amikor megérkeznek ehhez a kivilágított, pislákoló fényű házhoz, és bekopognak, akkor nem tudják, hogy most még Magyarországon vannak-e, vagy már átértek Jugoszláviába,
kiderül, hogy már Jugoszláviában vannak, és később gondol arra, hogy amennyiben ez a ház még Magyarországon lett volna, és hát rájuk virrad, és másnap reggel felébrednek, akkor lehet, hogy végül úgy döntenek, hogy mégsem vágnak neki ennek az útnak. Tehát, hogy ezen a apró mozzanaton múlhatott a jövőbeli sorsuk kettejüknek. Ha nem véletleneken múlhatott a dolog, hogy sikerült, nem sikerült, átjutottak aznap este, vagy nem jutottak át, meggondolhatták volna magukat akár másnap, de ha már egyszer átértek, akkor már nem volt visszaút. Úgyhogy ezek, és tényleg nem nagyon volt utána ugye visszaút, mert ha valaki kiment diszidált, ahogy mondták, akkor évekig nem jöhetett vissza Magyarországra. Úgyhogy nagyon meghatározó. Bocsánat, közbevágtam. Nem, dehogy, én be is fejeztem. Hogy ne haragudjatok, még egy ilyen személyes anekdótát tennék ezt hozzá. Ugye mi Ausztria felé menekültünk, minket kétszer elkaptak, mint családot, és az utolsó fázisban, nem egészen utolsó fázisban, már csak édesanyám és öcsém meg én voltunk az osztályhatár mellett, és mondta a vezető, hogy merre menjünk. És a csapatnak a többi tagja elküldöttünk egymástól, hogy miért ennek több oka volt. Lényeg az, hogy mentünk, mondták, hogy menjünk át egy erdőn keresztül, átmentünk, egy szántóföldön keresztül, és egy templomot láttunk, édesanyám megcsakolt a templomnak a falát, hogy végre Ausztriában vagyunk. Egy idegen nyelven beszéltek körülöttünk, hát persze, hogy Ausztriában vagyunk. És nem voltunk, hanem egy horvát faluban voltunk Magyarországon. Harka kópházi még pedig, és az egy horvát község talán még a mai napig is. Aztán végig ez a horvát asszony minket vitt a határ felé, Ausztria felé is. Őt elkapták a határőrőt, minket tovább engedtek. Úgyhogy. Szóval pedig nem egészen itt történt. Mi egy horvát faluban kötöttünk ki, de Magyarországon. Nagyon sok mindenkiben rezonál ez a történet, István. Igen. Maga a menekülés, még vannak ugye közöttünk 56-osok, akik fiatalabbak voltak, most már idősek persze, de valóban olyan eleven életre kelőek ezek a képek, amit olvastunk itt a szökésben, tehát itt is a kukoricaföld, úgy, ahogy mentek a sötétben, vizesen, csuromvizesen, mert esett az eső, azt se tudták, hogy merre mennek. Én már úgy magamban el is képzeltem azt, hogy mentek utána a rendőrök vagy a csendőrök kutyákkal, tehát én még a kutya zaját is hallottam, tényleg olyan jó volt ez a leírás. Én még visszatérnék egy rövid időre az előző kérdésemhez, amikor azt mondtam, hogy 18 évesen a három barátnak egy döntést kellett hozniuk, tehát valóban a tét az volt, hogy menjünk-e, vagy maradjunk. És ez egy életre szóló döntés volt. Ennek óriási nagy súlya volt. Egy olyan döntést kellett hozniuk, amely a gyerekből felnőtté tette ezeket a fiatalokat. És én úgy éreztem, amúgy is a 18 év az egy ilyen korszak határ mesdjéje, amikor a gyerek felnőtté válik, viszont ebben a történelmi helyzetben ez egy olyan merev, kemény, kegyetlen dilemma volt, és itt tényleg józanul kellett dönteniük, és ugye a következményeket vállalniuk kellett. Tehát bennem ez volt ez a megrázó erő. Itt, amikor erről olvastam, és végül is az egyikőjük ő úgy döntött, hogy ő nem mehet, neki van egy rokkant testvére, és nem hagyhatja a szüleit, hogy ők gondozzák, ugye. Tehát a másik kettőnél sem volt sokkal jobb a helyzet, hiszen Pétert az édesanyja nevelte, az apa is ott volt, de nem úgy, ahogy régebben. Érdekes módon a harmadik személyről, végül is ketten mentek tovább Péter és a barátja, de erről a barátról nem esik itt szó, ugye? Nincs róla említés, vajon miért? Ha fontos ez egyáltalán. Bennem ez így felvetődött, hogy vajon a barátjáról miért nincs említés itt a szökés folyamán.
Akkor ez csak nekem tűnt föl, János? Ez nekem is feltűnt, de nem tudom a választ rá. Vagy erre gondoltunk egyáltalán, hogy ez nem fontos? Ez a... Lehet, hogy később van róla szó, nem olvastam az egész regényt. Én nem olvastam róla. Akkor nem tudom, furcsa, mert ugye ők jó barátok, és akkor tényleg furcsa, hogy későbbiekben, hogy egyszer együtt vállalkoznak erre a szökésre, akkor miért nem esik szó a későbbiek során sem a barátról. Viszont visszatérve egy pillanatra arra, hogy menni vagy maradni, Dobozi Tamásról ugye beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, és van neki ez a díjnyertes novellás kötete, a Siege 13, és annak az egyik darabjának az a címe, hogy The Ghosts of Budapest and Toronto, és az pont arról szól, hogy egy családnak az egyik fele az kivándorol, a másik fele meg Budapesten marad, és az életük azok tulajdonképpen, mintha párhuzamos univerzumokban lennének, tehát élik az életüket, és aztán valahogy ez a két külön világ, ez így összekeveredik. Nagyon-nagyon érdekes, és nagyon, hát irodalmi szempontból is nagyon érdekesen és értékesen megoldott novelláról van szó, hogy nem lehet tudni, hogy már mi a realitás és mi az álomvilág. Mert ugye, akik kivándorolnak, ők visszagondolnak arra, hogy mi lehet a Budapesten maradottakkal, és fordítva. És ezek az álomszerű valóságok, ezek nagyon érdekes módon keverednek aztán a novellában. Később érdemes ezt elolvasni. Az időségek keverednek, valóban. De nem tudom, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy miért nincs a barátról később szó, ez furcsa, hogy kikerül a fókuszból. Valóban. Nem tudom, Ilona, mi lehet a megoldás? Nincs említés, és mondom, én nem találkoztam arról. És mi lehet ennek az oka? Hogy mi lehet az oka? Itt tényleg annyira, ez is talán egy életrajzi, az életrajzi elemhez szól, vagy elem mellett szól, ugye, hogy Péterre fókuszál, az ő alakján keresztül. Igen, mert ha arról lenne szó, hogy ők nem tudom, külön válnak, és már nincsen hír róla, akkor persze ez magyarázatot adna, de ha ilyen hirtelen így eltűnik, akkor az tényleg legalábbis kérdésessé teszi, nem tudjuk a választ, hogy vajon miért nincs róla említés a későbbiekben. Végül is akkor a szökés az sikeres volt, kalandós, de sikeres volt, és átjutottak Jugoszláviába. Mennyire volt ez a szökés, az ő szökésük, mások szökése is? Tehát mennyire van ebben benne más 56-os szökevények története is? Ugye Szabadkára érkeznek, ott van egy ilyen elosztótábor, ott kikérdezik őket, és mit tudunk meg a többiekről, vagy az akkori helyzetről? Azt, hogy talán 600-an vannak hasonló cipőben, tehát nem egyedi példáról van szó, hanem hát embereknek a sokasága járja végig ugyanezt az utat. Nagyon érdekes, hogy ott, ahol azt hiszük, hogy befogadják őket, ugye ennél a kis háznál, végül nem fogadják be őket, mert ugyan kedvesen beinvitálja őket a kettejüket a házigazda, és egy magyar parasztemberről van szó, ahogy fogalmaz az író, végül ő elmegy és hívja a határőröket. És ez kicsit ellenmondásos, hogy ez most ez vajon segítséghívás, vagy éppen ellenkezőleg, és ők maguk sem tudják, hogy mi lesz, mert ezek a határőrök nem különösebben kedvesek velük, tehát géppisztolyt szegeznek rájuk, föl kell tenni a kezüket, megmotozzák őket. De aztán kiderül, hogy bekerülnek egy olyan, mondjuk, hogy vérkeringésbe, ahol a végeredményben segítik őket tovább. De ez nem egy kellemes élmény, és ez az a pont, ahol a géppisztoly felidézi az elbeszélőben a II. Világháború végét, ahogy az oroszok megszállják Magyarországot, és ahogy az emberekkel bánnak. Tehát érdekes, hogy ez a két emlék, ez nem egyik sem kellemes emlék,
az egyik felidézi a másikat. Engem csak az, hogy próbáltam összehasonlítani a mi élményeinket, kvázi élményeinket, amikor már Ausztriába kerültünk, a jugoszláviai, Orbán Péter jugoszláviai élményeivel, mondjuk úgy. Hát minket miután átléptük az osztrák határt, egy pár kilométerre Ausztrián belül egy osztrák határőr jött oda hozzánk, ugye anyámmal együtt, öcsém meg én, még két idegen férfi, öten voltunk összesen, és csak minket szinte egyszer bevitt a ottani osztrák faluba, Deutschkreuznak hívják, és iskola épületben volt a rengeteg magyar elszállásolva, és akkor már aznap este, tehát ez november 25-én este már Eisenstadtra kerültünk, ahol ironikus módon egy kiürített szovjet laktanyába volt kb. 2000 magyar menekült. Mert akkor a magyarok aztán az november végén ezrével mentek át a határon minden éjjel. Tehát egy óriási tömeg volt, sokkal nagyobb tömeg ment Ausztria felé, mint Jugoszlávia felé. És velünk tényleg az osztályok rendesen váltak, nem volt semmiféle fegyveránk szegezve. Utoljára akkor szegeztek ránk fegyvert, sajnos a magyar határőrök, amikor éppen menekülőbe voltunk, de ezt aztán mégis engedtek minket tovább. De megint ez egy összehasonlítás volt számomra, mert ezekre én tisztán emlékszem persze. Úgyhogy, édesapám másnap érkezett meg, nagyanyám pedig a barátnővel még már csak Angliába találkoztunk vele, mert ők is más irányba menekültek át. Egy nagyon komplikált dolog volt az egész. Szóval, Péterék, nem a nyugat fele mentek, István, nem a nyugatra menekültek, ugye? Mert Jugoszlávia az akkori kommunista blokkban volt. Az délfelé volt, igen. Benne, tehát nyilván délfele volt, de ugye a nagybetűs nyugat, tehát nem Ausztria vagy Nyugat-Európába vezetett az út. Nem fordult meg bennünk, egyébként nem fordult meg bennünk az, hogy igen, Jugoszláviába mentek, hát jó, Baja közel volt viszonylag a jugoszláv határhoz, ez érthető az útirány szempontjából, de talán az a gondolat nem fordult meg bennünk, hogy mi van, hogyha visszatoloncolják őket Magyarországon. Azért nem fordul meg, mert ezek a fiúk hallották, hogy a jugoszlávok végül is segítik a menekülésüket, tehát ebben bíznak. Persze biztosak nem lehetnek benne, és az a pillanat, amikor átadja, végül is a vendéglátójuk átadja őket a határőrségnek, és ott föl kell tartani a kezüket, és géppisztolyt szegeznek rájuk, az a pillanat, ahol nem lehet tudni, hogy most akkor ez, amit hallottak, ez mendemonda, vagy tényleg így van. Kiderül, hogy hát egyszerűen csak így bánnak velük, de nem ellenségesek alapvetően velük, és hát tovább engedik őket. Tehát az elosztó helyre kerülnek, ahonnan nyilván aztán később Péter Torontóba kerül. De ez egy jó jelenet, tehát, és én szerintem ennek az egész írásnak a legnagyobb értéke, nagyon jó, az egész írásnak a legnagyobb értéke mégiscsak ez a történet mesélés, az a világ, amit bemutat. Talán irodalmi szempontból nem olyan magas színvonalú ez az írás, mint más, nem tudom, hát íróknak az alkotása, de az a világ, amit elmesél, az rendkívül érdekfeszítő, érdekes, és azt hiszem, hogy mindenkiben bizonyos érzéseket kelt, tehát át tudjuk élni ezeket a nagyon nehéz élethelyzeteket, amelyeket bemutat Urbán Péter. Úgyhogy nagyon érdekes olvasmányról van szó. Igen. Maradnék itt egy fél mondatot hozzá, hogy irodalmi értékelése. Három helyen is van ebben a szűkebb részben egy nagyon erős időség váltás. Uh-huh. Tehát beszél, amikor nekik szegezik a jugoszláv határok a fegyvert, fölidézi, ahogy édesapjának szegezték a háború végén a Bajára bejövő fegyveresek, a órát elvenni akaró a szovjet fegyveresek a géppisztolyt. Beszél a Szabadkára érkezéskor a palicsi szabadkai gyerekkori élményéről, és akkor ez a bajai események fölidézése kapcsán. És
A parizsi gyermekkor élményként ott egy klasszikus irodalmi formában visszaemlékezik. De a másik kettőnél nekem egy picit zavaró volt az időségnek a váltása. Tehát az apának a története beleágyazva, mint egy ilyen napló jellegű dologba, hát nem tudom, hogy ilyet ott, aki igazán naplóként fölírta, ráírta volna magának, szóval egy picit olyan mesterkértnek tűnik nekem. És a végén, a baj esmények fölidésénél pedig nekem zavaró az ugrás a történetben. Látjátok ezt. De talán ez mutatja az ő, hogy visszaemlékező, emlékszik a saját lelki állapotára, hogy ebben a krízisében az ő lelki állapot is volt teljesen logikus és megfontolt, hanem ilyen dolgok jutottak eszébe, mert egy olyan krízis helyzetben került ez a két fiatal ember, ugye? Tehát én igazad van, hogy ez nem logikus, de talán ilyen szempontból is ez az írás reális, hogy igen, sok nem logikus dolog történt velük, és nem is az. A szoció szempontjából teljesen logikus az egész. Én most csak irodalmi szempontból kérdezem. Én azt hiszem, tehát arról van szó, hogy autentikus ez a szöveg. Engem nem zavartak ezek az ugrálások, tehát az időségok változása nem zavart, és hát hogyha az ember modern irodalmat olvas, akkor a világirodalom klasszikusainál is ez állandóan előfordul, mondjuk angol példát mondva a Virginia Woolf-nál, ugye az idősíkok folyamatosan változnak, vagy Joyce-nál, vagy Proust-nál, tehát ez önmagában szerintem nem baj. Én amikor azt mondtam, hogy, és ezt tényleg nem szeretném túl mondani, tehát én azt éreztem, hogy a mondatoknak a megformálása nem minden esetben a legtökéletesebb, tehát picit döcög a szöveg itt ott. Nyilván egy klasszikus vagy elsőrangú író hát nem követel bizonyos hibákat, amikkel itt, hogyha az ember nagyon akar, akkor éppen megtalálja ezeket a dolgokat. Viszont nagyon autentikus a szöveg, éppen ezért is. Tehát, és hát Urbán Péter nem író lett belőle, én azt hiszem elsősorban, ugye a bevezetőben tudjuk, hogy mi az ő polgár, neki van nagyon tisztességes polgári foglalkozása, ugye egyrészt vívóként ismert, másrészt pedig van neki, most hirtelen nem emlékszem, de talán gyógyszerész. Tehát egy gyógyszerész, tehát nem feltétlenül tőle kell elvárni, hogy a 20. század vagy 21. századi magyar prózának ő legyen a legnagyobb alakja. Erről szerintem ő talán magának sincsen ilyen igénye, hogy ő ez lenne, vagy ilyen állítása. Ugyanakkor ez egy autentikus szöveg, tehát a spontaneitásával, az esetleges esetlegességével, a bizonyos szóhasználat, van, ahol az alany és az állítmány nem egyezik, most nyilván, hogyha nem tudom milyen jó szerkesztő átnézte volna a szöveget, akkor az kigyomlálta volna. Tehát ilyen esetleges dolgokat lehet találni a szövegben, én erre gondoltam. De valóban, hát elképzelhető persze, hogy az idősíkoknak az ugrálása az akár zavaró is hat. Engem őszintén szóval ez nem zavart, de más dolgok meg talán. Igen, de ezt ellentételezi az autentikusság, a hitelesség ennek a szövegnek. Engem is, János, ami legjobban megfogott, az volt, hogy egy ilyen hiteles dokumentációt ad, viszont belevonva az irodalmi elemeket is. És az volt számomra még a megkapó, hogy a személyességet nagyon kiéreztem. A személyességet annak ellenére, tehát az ő, a Péter történetét, annak ellenére, hogy ő eltávolította önmagát. Tehát nem egyes szám első személyben írt, hanem harmadik személyben. De ez még nagyobb személyességet adott nekem, ez az írói technika, a narrációnak ez a fonalvezetése. Én nem tudom, akkor milyen nyomot hagy meg bennünk ez az írás, tehát aki nem olvasta, ugye, ha akarná tudni, hogy mi történt ezután, tehát hogy hogyan mentek tovább a szökevények, végülis azt tudjuk, hogy Urbán Péter Kanadában kötött ki, de hogy milyen volt a további útja, és én nem tudom, hogyha lenne egy olyan lehetőségünk, hogy
hogy valamit kérdezzünk magától az írótól, Urbán Pétertől, akkor mit kérdeznénk tőle, vagy mit mondanánk neki? Így talán a beszélgetésünk végén beszéljünk erről is. Hát egy prózai szinten, hogy hát mi is lett előle, mikor Kanadába kikerült, vajon járt-e főiskolába, kiképeztette magát, hol telepedett le, milyen családi körülmények között. Ezek elég prózai témák, de engem ez nagyjából ezt kérdezni meg tőle is. És csak tényleg, hogy aláírom, amit mondtatok, hogy ez egy nagyon autentikus mű, és engem ez nagyon megfogott, és tényleg nagyon is egyezett az én saját élményei, családom élményeivel, szóval ez inkább egy történelmi dokumentum, mint egy irodalmi dokumentum. Igen, de egy olyan történelmi dokumentum, ami valóban nagyon erőteljesen hat az olvasóra. Tehát igen, minden, annak ellenére, hogy talán nem a világ legnagyobb irodalmi alkotásáról van szó, mégis hat. Tehát van benne valami, ami miatt ez mégis egy nagyon érdekes olvasmány, egy olyan olvasmány, amitől talán nehéz szabadulni is. Ez talán azért is van, mert ez a téma, ez olyan, amiről még azok is hallottak, és van képük, akik nem érték át ezt a korszakot. Én is ilyen vagyok, és nyilván sokat hallottam erről, és hasonló történeteket olvastam, meg hallottam, de ezt nem hallottam, ezt a történetet, és valahogy mégis újat tud mondani. És képes feszültséget teremteni, tehát ez egy nagyon nagy erénye ennek a szövegnek, hogy igen sok feszültség van benne, ami átragadnak az olvasóra. Úgyhogy én gratulálnék a szerzőnek elsősorban. Igen, igen. Egyébként István, szerintem te szeretnéd elolvasni ezt a regényt, mint mondtam, megvan angolul. Annyit elárulok, hogy 57-ben megérkezik majd Urbán Péter Kanadába hajóval. Először Montrealba megy, megy Ottawába, majd végül Torontóba, és 1959-ben beiratkozik a Torontói Egyetemre, és ott föl kell vennie kurzusokat. Ekkor még neki nem olyan jó viszont az angolja. És az egyik tantárgy vagy kurzus, amit felvesz, nem fogod elhinni, az orosz nyelv. És itt is van egy ironikus rész, mivel majd, hogyha fogod olvasni, akkor te is látni fogod, érezni fogod, hogy ugye soha nem gondolta volna, hogy még majd így az orosznak, a közutálatnak örvendett tantárgynak még majd egyszer hasznát is vehet. Szóval igen, vannak nagyon érdekes részek. Igen. Egyébként ez nagyon érdekes, ez a második világháború végi történet, ahol ugye nehéz eldönteni, hogy most végül is akkor milyenek is az oroszok, mert egyrészt egy nagyon veszélyes helyzetbe kerül az édesapa, másrészt pedig mégiscsak van egy orosz katonatiszt, aki ezt a helyzetet megoldja, és az apa segítségére siet. Ugye itt azt hiszem, hogy azt a szót használja, hogy isteni közbeavatkozás, vagy isteni igen, szerencse. Igen, vagy isteni gondviselés, igen. Gondviselés, igen. A gondviselést használja, igen, igen, igen. Meg volt aztán egy másik isteni gondviselés a Szökés című résznél. Ott az, amikor 56-ban nem lőnek már, ugye? Igen, baján, amikor a bevonuló szóval nem lőnek. Végül is a háztetőkben megbújt fiatalok. Igen. És talán a harmadik vallásos utalás maga a címben van, ugye, hogy a Káváriánál találkoztak. Igen. Ez a harmadik. Hát valahogy ezek a vallási jelképek, ezek vagy utalások, ezek fel-fel idéződnek a szövegben. Hozzáteszek az egész bajai tervezett lövöldözése még egy dolgot, ami tényleg megtörtént velünk. Mi Budapesten a mostani Szilágyi Erzsébet fasorban laktunk, az a Szénatértől egy kilométerre van északra. És akkor már a forradalmat leverték, november nem tudom hányadikán lehetett az, és a Városmajorban a pénházunkkal szemben egy pár ilyen fiatal srác beásta magukat egy aknavetővel. Úgy még jönnek az oroszok, akkor aknavető fognak harcolni ott a
akkor Malinovszky fasornak hívták, ugye? És hála Istennek a épületben egy pár érette férfi kiment, hogy a gyerekek, menjetek haza, ebből vérfürdő lesz. Bepakolták az aktivetőt és elmentek, hála Istennek. Úgyhogy nem lett vérfürdő, mint ebből sem lett vérfürdő. Uh-huh. Tehát ez megérez, nálam ez borzasztóan rezonált, hogy ez velünk is majdnem megtörtént. Tehát nem történt meg. Ilyen dolgok voltak. Bocsánat, ezt csak hozzá akartam tenni. Különnek a kérdéséhez, tehát én is azt hiszem, hogy ott van egy izgalom, ez a kis rövid rész után, tehát olvashatja magát a történet. Én nem tudom, hogy közvetlenül mikor magyarázza meg a regényben a regény címét a szerző, Illúziók nélkül. De valahogy, ami részben utaltam, hogy van valami egyszerre úgy egy nagyon izgalmas, és mégse feleslegesen heroizáló, hőseket teremtő, hanem egy ilyen egyszerű, hétköznapi döntések sorozatából, minden döntésnek megvan a következménye. Ennek egy szép természetessége, és valahogy azt érzem, hogy Illúziók nélkül, hogy ahogy az édesapának le kell számolni annak az illúziójával, hogy hát az oroszok is lovagassak, és hogy ő barátságosan kimegy akkor a Bajai utcára szépen polgárruhába fölöltözve, kezén fogva a kisgyereket, mert hogy akkor ezzel, hogy barátságos lesz, akkor barátságosak lesznek a bevonuló orosz katonák is. Tehát, hogy valószínűleg egy olyan élethelyzet, ahol rengeteg illúzióval le kellett számolni az apának, hogy ilyenek az oroszok, vagy olyanok, neki akkor, hogy mostan hogy mi a jobb, hogy most megy, vagy nem megy. Ezek, amiket tényleg úgy kérdeztetek, hogy mondtatok, hogy a gondviselés jellegű szempontok, hogy lehet, hogy így képzeljük el, lehet, hogy úgy képzeljük el, de hogy a gondviselés működik, és hogy ennek a hétköznapi realitás, nem kell abba az illúzióba helyeznünk magunkat, hogy mi tudjuk teljesen kontrollálni az életünket. Talán valahogy ez, ami engem így vonzana itt tovább olvasni, és amit ha nem derül ki a könyvből, akkor én rákérdeznék, hogy utána ezt hogyan látom. Hát gondoljunk még bele abba, atya, hogy egy 18 évesnek, mint Péter is, meg a társainak is, ugye 18 éves korban az élet előttük áll, a nagybetűs élet. Ők pont akkor érettségiztek, és ők szerettek volna tovább tanulni főiskolán, egyetemen, de nem vették fel őket. Tehát már akkor egy illúzió az úgy elment. És akkor szembenézni a kegyetlen valósággal, a történelem viharaival, azokat átélve, el kellett hagyniuk az országot. Megint csak az illúzió, illúzió nélkül, és hogy mi jön belevágni az idegenbe. Péter egyedül utazott, és azok a viszontagságok, azok, hogy semmije nem volt, semmije, senkije nem tudott angol nyelven, nem volt pénz a zsebében, teljesen a nulláról kezdeni, illúziók nélkül, a vad, kegyetlen realitásba belemenve, és akkor túlélni. Ott számára a túlélés volt utána a kérdés. És az, hogy hogyan megy előre, hogyan halad, hogyan tud felkapaszkodni, tovább menni. Tehát ezek az illúzióvesztések, amik ott voltak, sorozatosan bele. Tehát szerintem ez egy nagyon jó címválasztás, illúziók nélkül. És hogy atyának a gondviselésről szóló hozzászólását én is erősítsem, és mégis ugye az összes 56-os menekült, tényleg ott nincstelenek futó, földönfutók voltak, és mégis olyan sok emberi jósággal és pozitív dolgokkal találkoztunk mi Angliában, hogy az tényleg az isteni gondviselés volt, és kimondottan a vallásos közösség segített minket gyerekeket Angliában, hogy jó iskolákba kerüljünk. Hát ez a gondviselés volt. Szóval igen, a nincstelenségben is sok emberi jóindulat és jósággal találkoztunk. És ez itt látom én az Istent. Legyen akkor ez egy jó zárópont így. Akkor ajánljuk mindenkinek,
Orbán Péternek Illúziók nélkül című könyvét teljes egészében, illetve így egy kis rész elérhető, aki számára el tudjuk küldeni, nyugodtan jelezze és elküldjük e-mailben. Megköszönöm szépen a beszélgetést, és akkor találkozzunk novemberben. Addig is minden jót, szép hétvégét! Isten áldjon!